Szeretettel köszöntöm a stúdióban állandó jogi szakértőnket, Dobos Jánost, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány magyarországi vezetőjét. Abból a különleges alkalomból, vagy mondjuk úgy, hogy abból a szomorú alkalomból jött most el hozzánk, hogy újabb esetek mutatnak rá, hogy a pszichiátriákon nincs minden rendben. Ugyanis a betegek ugye nem mindig kapják a megfelelő ellátást, sőt, néha ez tragédiát is okoz. Önné a szó. Hát igen, talán érdemes feleleveníteni néhány szóban, hogy mivel is foglalkozunk mi, vagy hogy kerülünk. Igen, tulajdonképpen ide. Hát igen, igen. Sok műsor van a tévében, nem biztos, hogy mindenki emlékszik rá. Ugye mi egy olyan speciális területtel foglalkozunk, mint alapítvány. Egy olyan speciális területen látunk egy jogvédelmet, ahol nem sokan. A pszichiátriai osztályokon, intézetekben történő különböző jogi problémákat tárjuk fel, illetve nyújtunk segítséget azoknak, akik áldozatul esnek ilyesminek, mire gondolok, kényszerintézkedések, megalázó bánásmód, túlgyógyszerezés, károsodások, kezelésekből adódó, ugye ilyesmikkel szoktunk leggyakrabban találkozni. És hát ugye működtetünk egy ingyenes jogsegélyszolgálatot, amit rendszeresen felkeresnek azok, akik úgy érzik, hogy nekik sérültek a jogaik a pszichiátriát, és nekik próbálunk segíteni. Illetve ezen keresztül aztán ugye a konkrét ügyek felhasználásával igyekszünk elébe is menni a dolgoknak, és fölhívni erre nem csak a nyilvánosság, de a döntéshozók figyelmét is, hogy aztán későbbiekben olyan kezdeményezések láthassanak napvilágot, amik kapcsán ugye ezeket meg lehet előzni. Mióta működnek Magyarországon? 1994-ben. Beugratok kérdés, hogy és javult valami azóta? Én azt gondolom, hogy igen, több minden is. De nincsenek. Ha más nem javult, a tudatosság az egész kérdéssel kapcsolatban. Szóltos. De visszaélések vannak továbbra is, tehát adnak munkát, úgymond ezek az ügyek. De azt gondolom, határozottan van változás, mert akkor, amikor mi elkezdtük ezt a munkát, akkor nem nagyon volt még kritikája ennek a rendszernek, tehát nem nagyon szólaltak fel, és most pedig már ez egy rendszeresen esik szó arról. Éppen minap néztem utána, hogy az elmúlt, azt hiszem két évben az ombudsman, ki ugye az alapvető jogok biztosa, legalább 10 olyan jelentést hozott napvilágra saját vizsgálatai kapcsán, amiben konkrétan a pszichiátriákon uralkodó állapotokat kritizálta. Korábbi műsorunkban ezekből már idéztünk is, vagy legalábbis utaltunk rá. Igen. Most a mostani beszélgetésünk apropóját két szomorú eset adja. Az egyik az, mikor valakinek úgy írtak föl gyógyszert, hogy nem hívták föl a mellékhatásaira a figyelmet, tehát mentális problémákkal fordult a pszichiáterhez, és utána mi történt? Igen, hát a férfi egyfajta ilyen levertség, vagy egy ilyen depresszív hangulat lett úrrá. A feleségével megbeszéltek egy időpontot a pszichiáterhez, el is mentek, és ott utólag, hogy nekünk a feleség mesélt, nagyon furcsa volt ez a pszichiáter, szinte rájuk sem nézett. Teljesen automatikusan hallgatta végére, hogy a férfi kiöntötte a lelkét, hogy neki mi a baja mostanában, szinte fel sem nézett, és végül fölírt neki két tablettát, amire az egyik, azt mondta, kezdje el szedni az egyiket, és akkor szóljon neki, hogy ha nem tudom, ha viszketni kezd, vagy valami ilyesfajta mellékhatások adódnak. És aztán elkezdte szedni a férfi, ő úgy érezte, hogy ez neki nem segít, legalábbis nem lett tőle jobban. Ezt megosztotta a felesége, hogy ezt a problémát. Így van, természetesen. Felesége biztatta, hogy hát szedje azért, hát ha csak idő, amíg elkezd hatni, stb. Most ezekről a szerekről azért már ismert egy ideje, és erről számos hivatalos figyelmeztetés látott napvilágot, hogy ezek az antidepresszáns szerek közül sok fokozhatja az öngyilkosságnak a késztetését. Tehát az illetőben kiválthatnak öngyilkossági gondolatokat. Nagyon elég komoly. Furcsa mellékhatás. Elég furcsa. Éppen tökére megmenteni a depressziósokat, és még a mellékhatása meg fokozza ezt a hatást. Igen, abszolút. Néhány embernél biztosan másnál nem, vagy már nem mindenkinél. És akkor mi történt ezzel a beteggel? Szedte a gyógyszert? Folytatta, igen, és egy hét szedés után a férfi teljesen váratlanul egyik napról a másikra felakasztotta magát. A felesége találta meg felakasztva, tehát öngyilkosságot követett el. Hát gondolhatjuk, hogy mennyire sokkoló lehetett ez a dolog, gyakorlatilag segítségét mentek a pszichiátriára, és hát ilyen szomorú vége lett a történetben. És vége lett? Tehát ő feleség azért gondolom megtette a megfelelő lépéseket, hogy tisztázza a helyzetet, mert nem van könnyű belenyugodni egy ilyen dologba. Hogyne, hát azért ő nyilván látta azt, hogy valami nem stimmel ebben az ügyben, nem így kellett volna alakulnia, kereste a maga igazát, és így jutott el végül hozzánk, segítséget kért, és kezdtük mi is fölgöngyölíteni az ügyet, leszereztük az adatokat, a dokumentumokat, átnéztük, és hát arra jutottunk, hogy bizony,
pont az említett okból, mert ugye tudott, hogy ezek a szerek okozhatnak ilyen készítést, és hát most az egy dolog, hogy az ember tudomásul veszi, hogy ezek a szerek öngyilkossági készítést okozhatnak, ami önmagában abszurd egyébként, de hát pontosan emiatt az ilyesmi sokkal fokozottabb odafigyelést igényelne ugye a pszichiáter részéről is, meg egyáltalán, és hát ilyesmi meg nem történt az esetben, tehát mondhatnám is, hogy hagyták. Akkor egy kontroll, tehát nem, hogy szóljon, hát valamit érez, igen, hát eleve bajban van, hát nyilván nem tudja azt a pontot meghatározni, hogy mikor kell újra a pszichiáterhez fordulni. És ennek az esetnek az ugye az egyik következő, hogy szerencsétlen ember felakasztotta magát, de volt egyéb, hogy van egyéb következménye is. Tehát kikövette a hibát, megállapították? Ez az ügy még folyamatban van. Ezek viszonylag frissek mind a kettő, amivel mára készültem, és még egyelőre folyik a vizsgálat több helyen, de annyi már kiderült, hogy a pszichiátriai szakterületnek a szakfelügyelő főorvosa az 4 pontban is kifogásolta azt az ellátást, amit nyújtottak a pszichiátrián, és ami ilyen módon ugye közelejtett a férfinek a halálához. És ezek rutinszerű eljárások voltak? Tehát mások is megismétlődhetnek? Mondjuk a nem odafigyelés, a felületes diagnózis és a többi? Hát sajnos az a tapasztalatunk, hogy ezek visszatérő dolgok, nem is csak ebben az egy intézményben, hanem úgy országosan is, persze helyre válogatja, tehát ugye nem lehet mindent általánosítani, de általában is, az ombudsman is nagyon gyakran ezt fogalmazza meg ugye kritikaként, hogy éppen a megfelelő oda nem figyelés, az ilyen automatizmus, futószalagon gyógyszerezés az, ami a leg... Túlterjedtek egyébként a pszichiáterek ilyen szempontból, vagy lehet erről tudni valamit? Hát az igazság, mi nem vizsgáljuk ebből a szempontból a területet, ők mondják, hogy igen, de... Hát, azért sem szívesen mondanám, mert nem szívesen fogom erre a dolgot. Tehát persze. Attól, hogy így van, még az de nem tudom. Tehát, a tanárok túltereltek, hogy meg kell tanítani, olvasni. Hát, igen, valahogy így. Tehát el kell látni a feladatát. Tehát akkor folyik ez a vizsgálat. Ilyenkor milyen lehetősége vannak az ombudsmannak? Tehát milyen csatornákon juttatja a véleményt, az összefoglalóját azokhoz, akiknek tanulni kell belőle, tehát a pszichiátriákra. Van ilyen szaklap, vagy valamilyen belső csatorna, vagy tájékoztató eszköz? Amikor az ombudsman végez vizsgálatot valamelyik konkrét ügyben, amire bejelentést kapott, akár egy egyéni ügyről van szó, akár mondjuk egy általában egy intézetről, akkor ő ugye lefolytat egy vizsgálatot. És aztán annak fényében, hogy mennyire tartja fontosnak ezt az ügyet, mennyire tartja közérdekűnek, illetve hát jelentést azt ír mindegyikről, tehát az ugye mindegyiknek lesz egy elég átfogó, összefoglaló jelentése. Amik kikerülnek az ombudsmannak a weboldalára, ezek ott nyilvánosak, de a fontosabbakról gyakran kiadnak sajtóközleményeket is, amivel ugye a nyilvánossághoz fordulnak. Több olyan ügy volt már, amivel mi kerestük meg őt, és aztán abból született ilyen nyilvános jelentés, aminek nagyon örültünk. Tehát gyakorlatilag ő a saját területén igyekszik ugye ezt ismertté tenni. Na most az ombudsmannak ugye nincsen olyan hatóköre, hatásköre, hogy ő utasítást adjon, vagy konkrét változásokat kezdeményezzen. Ő javaslatokat tehet, és az ő jelentésének a végén mindig szokott lenni egy sor javaslat, amit ő ugye abban az adott esetben, vagy általánosságban jónak tart, hogy azt meg kellene csinálni, hogy a jövőben elkerülhetők legyenek. Itt gondolom, büntetőeljárás nem kezdem, ilyet az ombudsman. Inkább ilyen általános megállapításokat, tanúságokat von le az esetekből, és figyelmezteti a szakmát, hogy mire nézzem oda jobban, hogy mire figyeljen jobban a jövőben. És mi a másik eset, ugye ott egy villámgyors halmasztás történt. Hát igen, ez is egy nagyon furcsa eset volt. Itt a történet annyi, hogy egy fiatal férfi került be a pszichiátriára. Néhány napja kezelték őt ott, amikor egy epilepsziás roham lett túl rá rajta, méghozzá olyan erős, hogy a férfi nem is élte túl. Tudni kell az előzmények kapcsán, hogy a férfi egy pszichiátriai szernek egy olyan depóinjekcióját kapta, ugye a depóinjekció az, amit beadnak, és hosszú ideig ott marad a szervezetben, amiről tudható, hogy mellékhatásként okozhat epilepsziás rohamot. Tehát itt megint fölmerült az, hogy milyen ellátást kapott valójában, odafigyeltek-e meg egyáltalán az egész. Néhány nap kezelést követően kapta ezt az epilepsziás rohamot, és meghalt. És az volt a furcsa, hogy minden különösebb vizsgálat nélkül a férfit nagyon gyorsan elhamvasztották. És hogyan, de boncolás az egész történt? Az történt, hogy közben lesem az adataimat. Váratlan halál esetén gondolom azért komolyabb vizsgálat következik, nem? Egy gyors boncolást végeztek, de igazából nem volt például a toxikológiai vizsgálat, ami kimutathatta volna, hogy milyen szerek vannak az ő vérében, illetve okozhatta esetleg ez a depóinjekció ezt a problémát. Egy gyors ilyen szokásos boncolást elvégeztek, és aztán gyorsan el is hamvasztották, ami önmagában gyanús volt a családnak,
akik aztán hozzánk fordultak segítségért. Ez a hamvasztás, ez a haláleset után 4 nappal történt? Hát röviddel utána, most hirtelen ezt nem is tudom, de röviddel utána, néhány napon belül. Igen. És ilyenkor mit tett a család? Ugye krimikből látjuk, hogy eltüntették a bűnjelet, holttest nincs, akkor... Igen, ez nehezíti az ügyet, kétségtelenül nehezíti. Emiatt aztán, amikor ők megkerestek minket, ugye megint csak ők is az igazukat keresték, hát ez egy méltatlan dolog volt, akkor a mi egyik feladatunk az volt, hogy készítessünk egy szakvéleményt, és szerencsére van olyan gyógyszerész szakértő a ismeretségi körbe, aki át tudja tekinteni az ügynek az adatait, ugye megkapta is az ügyre vonatkozó legfontosabb információkat, és akkor ő a saját szakmai tudását latba vette, összeállított egy olyan gyógyszerészeti szakvéleményt, ami kimutatta azt a lehetséges összefüggést, ami a háttérben állhatott a férfi halála kapcsán. És akkor ezt mi... Egy lehetséges összefüggést. Egy lehetséges, igen. Nem biztos, hogy bizonyító erejű volt, tehát nem tényként állította meg, vagy állapította meg, tehát, hogy valaki ezt és ezt a gyógyszert tévesen írta föl, vagy nem figyelt a következményekre. Igen, most teljesen őszintén magunk között azért nagyon jól ismerem ezt a gyógyszerész hölgyet, és tudom, hogy alapos munkát végez, és nem beszél a levegőben, nem hord össze olyasmit, ami nem úgy van. Tehát, amit ő leír, az általában elég jól megalapozott szokott lenni. Most ettől függetlenül, hogy egy vizsgálat során figyelembe veszik-e, érdekli-e az adott hatóságot, hogy mi van ott, vagy valami másfajta nézőpontból nézik, hát ezzel kapcsolatban nagyon vegyes szokott lenni a kép, hogy mit szólnak hozzá. Ez a hatóság, ez adott esetben bíróságot is jelenthet, ugye? Lehet az is, mert első körben nem az szokott lenni, hanem olyan szakmai szint. Hát igen, olyan szakmai szervezetekhez adunk be egy ilyesfajta ügyet, akik ilyen jellegű szakmai kérdésekben illetékesek, mint mondjuk például a Nemzeti Népegészségügyi Központ, INTS korábbi szóval, vagy hasonló szakmai szervezetek, akik ugye meg tudják nézni ezt ebből a szempontból is, ők aztán vagy figyelembe vesznek egy külső gyógyszerészeti véleményt, vagy nem. Lehet a bíróság is, tehát hogyha az ügy oda kerül, hogy mondjuk kártérítési per indul, és a bíróságon szükség van ilyesfajta szakértelemre, akkor azért nyomalatban az, hogyha van egy ilyen gyógyszerészeti vélemény hozzá. Most ezek az esetek, lehet tudni, hogy hol fordulnak elő inkább, tehát túlterhelt nagy klinikákon, vagy kisebb rendelőintézetekben, vagy lehet-e lokalizálni az ilyen dolgokat, vagy bárhol megtörténhet? Ezt kérdezték már tőlem sokszor az elmúlt 20 évben, és nézegettük is mi, hogy honnan van, de az igazság az, hogy soha nem rajzolódott ki egy olyan mintázat, ami arra utalt volna, hogy na az országnak ezen a részén, vagy ebben az intézetben, ott jellemző. Tényleg szinte bárhonnan, bármilyen életkor, bármilyen foglalkozás, teljesen véletlenszerű a dolog. Annyit talán el lehet mondani, hogy Budapest ugye ez egy koncentráltabb, nyilván ott gyakrabban történhet ilyen, illetve van néhány olyan, most nem akarom megnevezni, nagyobb ilyen pszichiátriai intézmény, amik ugye nagyobb területekért felelősek, ahonnan megint csak gyakrabban jön bejelentés, ha más nem a nagyobb létszámokán. Na most a pszichiáterek gondolom felkészültek, ismerik a szakmájukat, továbbképzéseken is részt vesznek, feltételezem, de úgy általában ön ugye egy nemzetközi szerzetet képvisel. Általában lehet ön megállapítást tenni, hogy milyen a magyar pszichiátriai ellátás helyzete a világ többi részéhez képest, mondjuk az amerikaihoz képest? Egyesült Államok. Az Egyesült Államokban nagyon sok minden másképp működik, mint nálunk. Igen. Emiatt nehéz is összehasonlítást tenni, ugye ott más a biztosítási rendszer is, az egészségügy is sok szempontból másképp épül fel. De mi ugye nekünk inkább az a profilunk, hogy a jogsértéseket vizsgáljuk. És akkor arról van inkább nekem adatom, hogy ez máshol hogyan megy. Most mennyire függ össze egyébként az ilyesmi az adott területnek az egészségügyi struktúrájával, hát ezt lehetne boncolgatni, lehetne nézegetni. Erről nagyon sok okosat nem tudok, vagy nem akarok most itt mondani. De az tény, hogy vannak azért visszatérő jellemző problémák ezen a területen. És ugye kicsit messzire vezető a kérdés, amiben nem is akarok nagyon elmélyülni most, mert igazából arról, hogy a pszichiátriákon az ellátás mennyiben váltja valóra azt a reményt, amiért az emberek odafordulnak, erről nagyon régóta dúlnak viták. Nem csak szakmai körökben, a betegek körében is. Nagyon komoly viták dúlnak erről, hogy hát szóval sok kívánni valót hagy maga után a dolog, és emiatt az, hogy ezek a mai pszichiátriai kezelések egyáltalán jó irányt jelentik-e. Tényleg komoly, az ember elkezdi keresni az interneten, nagyon rengeteg mindent lehet találni ezzel kapcsolatban. Vannak komoly szervezetek, amiket betegek alapítottak, sőt, még van olyan szervezet is, amit az elektrosokkot túlélők
klubja, vagy valami ilyesmi néven fut, tehát akik ténylegesen megváltásnak érzik, hogy túlítik mondjuk ugye az elektrosokkot. Ezt korábban beszéltünk, az elektrosokkot Amerikában már mellőzik, ugye? Ó, vagy... nem, egyáltalán nem. Nem. Ja, arról csak beszéltünk, hogy a csődöt gyártók, jelentett, az egyik gyártó. Igen, bocsánat, az egészen más, ez nem azt jelenti, hogy a módszert magát ignorálnák. Érdekes ez a dolog, mert én olvastam erről szakirodalmat, lehet azt mondani, Benedek professzornak a könyvét, az aranyketrecet. Kiváló olvasmány. Hogy azért nem biztos, hogy annyira negatívan kezd a sokkolásos dolgot megítélni, hiszen abban szerepel valaki, aki azt mondja, hogy most kéri ezt a eljárást. Tehát nem olyan retteltes, mint hogy a filmekben ábrázolják, hogy habzik a száj, meg fadarabokat harabdál, meg rángatózik a teste, mert lehet, hogy nem is emlékszik semmire. Az igazság az, én nagyon nagy élvezettel olvastam az Aranyketrec című könyvet, igazi irodalmi csemege, azon kívül, hogy nekünk ugye szakmából vágó anyag is. Ha egyáltalán volt ellentmondásos érzésem a könyv kapcsán, az gyakorlatilag ez az elektrosokkos vonal volt, de ne felejtsük el, hogy ez az 50-es évek végén készült ez a könyv, akkor írta Benedek István, amikor ennek a vidéki pszichiátriai otthonnak volt ő az igazgatója, és akkoriban az elektrosok az a világkorát élte. Tehát akkor az egy felkapott, modern, ajnározott módszer volt az, akkor istenítették ezt, hogy micsoda a módszer. Ez aztán megoldja. Igen, és hogy az biztos, hogy nyilván nem voltam ott, és nem láttam, ezt nehéz ilyen tekintetben cáfolni, de az biztos, hogy elektrosokkal el lehet érni változásokat az embernél. Az biztos, kap egy kis elektromos áramot, valószínűleg változni fog a viselkedése. Hogy ez megoldja-e az eredeti problémáját, meg hogy milyen egyébként ilyen károkat okoz. Ez természetellenes dolog, ugye, igen, hogy egy ilyen feszültséget vigyenek be az emberbe, és nem lehet tudni az irányát, hogy most merre. Hát egyetlen nem. Alakul a dolog. Van, amikor szerencséje van a páciensnek, van, amikor éppen, hogy rosszabb lesz neki. Voltak csúnya történetek belőle, sajnos igen. Igen, filmeket is láttunk erről, de most ne is ebbe menjünk bele, hanem még egy témát szeretnék kicsit körüljárni, ha lehet, hogy az iskolákban elég sok erőszakos cselekmény történik, vagy egymást támadják meg a gyerekek, vagy a tanárjukat támadják meg, mégpedig késsel, tehát nem csak, hogy ökölelesnek neki, hogy ennek a hátterében állhat gyógyszerezés, vagy gyógyszer megvonás? Mi erről a tapasztalata, hogy pár éve ez már téma? Egy ideje ez már ez joggal felmerülő téma, most magyarországi történetekről beszélünk. Magyarországon, igen. Igen, mert ugye lehet hallani az USA-ban is iskolai lövöldözések, igen, stb. Még gyakrabban, de hát nagyobb ország. Ott már régebben jobb a sajtója. Hát igen, nagyobb nyilvánosságot kap, hogy mi történik. De itt is vannak ugye nyilván értetetlen esetek, amikor igen. Diákok úgy viselkednek, hogy azt nem igazán lehet megvan. Ez aztán elnézést kérnek, meg bocsánatot kérnek, de hát akkor is megtörtént az eset. Hogyne. Igen, nagyon furcsa tendencia. Most nyilván én nem ragadtathatom magam arra, hogy én itt általánosságban valamit kijelentek erről, mert nem de tudom, hogy van-e tapasztalatok. De általában az, hogy az iskolákban... Kiváltó okokról. Igen. Az, hogy az iskolákban elkezdett terjedni az, hogy a gyerekeknek az oktatási, vagy nevelési, vagy magatartási problémáit elkezdik mentális betegségnek címkézni, és erre aztán gyógyszert írnak fel. Ez önmagában egy olyan történet, amiről nagyon sok szó esett már arról, hogy ez milyen folyamatokat indított el. Többek között az Egyesült Államokban ugye nagyon sok iskolai lövöldözés vezethető vissza arra, vagy olyan gyerekekre, akiket elkezdtek olyan pszichiátriai szerekkel gyógyszerezni, amikről tudott, hogy kiválthatnak ilyen erőszakos mellékhatásokat. És erről megint csak nagyon komoly viták dúlt évtizedek óta gyakorlatilag. Magyarországon ennek talán nincs akkora története, mint mondjuk az USA-ban. De azért példákról, esetekről tudunk, ha nem is konkrétan gyerekek, de olyan esetek, amikor valakit alávetnek egy pszichiátriai gyógyszerezésnek, majd aztán őrült álmokfutásba kezd. Ilyenből rengeteg van. Ha csak azokat összegyűjtjük, amik a médiában megjelennek, mint ahogy össze is gyűjtjük, abból egy ilyen hosszú lista lesz. Igen, nagyon hosszú lista, ezeket gyűjtjük. Szóval ez önmagában legalábbis érdemessé teszi a területet arra, hogy az ember közelebbről megvizsgálja. Erre igyekszünk is felhívni a figyelmet, ahol lehetséges. Dobos János, köszönöm, hogy eljött a stúdióba. Én köszönöm, hogy itt lehettem.